Ősszel kezdtek dolgozni az iskolában, a helyi kivitelező vállalat szakemberei szakaszosan végzik az átfogó modernizálást. A munkálatok idejére az iskolai laboratóriumokban is tartanak órákat, kissé átszervezték a megszokott rendet, de ez csak egy átmeneti időszak, jövő év áprilisában minden a helyére kerül. Az elmúlt hetekben sokat dolgoztak, nyílászárókat cseréltek, leszigetelték a tetőt, a beltérben folyamatosan tevékenykednek. Soha nem voltak ilyen sima falak, mint most, mondta az intézmény igazgatója. Lukács Barna örömét fejezte ki, hogy a munka befejezte után a padló, a fűtés és az elektromos rendszer is új, modern lesz. A pénzből az épület mind a 22 termét korszerűsítik, de a külső szigetelést is elvégzik. Jól haladnak a munkálatok. Tervek szerint ment minden munkálat, a munkálatnak minden szakasza. Sikerült megszervezni a tanítást is, és látjuk a folytatás lehetőségét, látjuk az alagútnak a végét, ami a mi szempontunkból nagyon megnyugtató. A beruházás több mint 2,3 millió lejről szól, 1,7 milliót az Európai Unió, több mint 260 ezret a román állam, 371 ezret pedig a polgármester hivatal tett hozzá. Az intézmény igazgatója még elmondta, a tervek között szerepel még az udvar és a sportpálya, valamint a tornaterem modernebbé tétele is. A Betlen lakótelepi iskola 1978-ban épült. Betlen Gábor nevét 1990. március 31-én vette fel, az intézményben jelenleg 530 diák tanul.